Sziasztok gyerekek, én itt Szad vagyok, és ez itt egy újabb videó lesz, amelyben a kedvenc skineimet a közösségi műhelyben találtam, kedvenc skineimet mutatom be különböző fegyverekre. Kezdjük is el. Itt van az SSG-re a Dragonfire. Nekem kifejezetten tetszik ez a skin, mint az összes. Mindegyikre ezt fogom mondani, ne lepődjetek meg. Ez a sárkány, aminek az orrából tűz jön ki. Igen, mert ugye sárkány. Tűzsárkány. Tüzes sárkány. Tüzelő sárkány. Női sárkány. Tök mindegy. Igen, ezért tetszik nekem ez a skin. Igazából a scope-on is lehetne valami, de itt tökéletes szerintem. Menjünk is a következő skinünkre. Ez itt az AUG Azura. Hát nekem egy bajom van ezzel a skinnel, mint ahogy a többi skinnel is, hogy ugye a hátulján van a lényeges dolog, az a majomfej, és itt az elején is elég szép dizájn van rajta, szóval azért nem bántam, nem mint a kaméleonnál, csak egy ilyen nyelv volt rajta, és ez nem nagyon tetszett nekem. Mehetünk is át a különböző skinekre, miután megmutattam, hogy néz ki különböző kondíciókba. Itt kezdődik el a Factory New, és elmegy Battle Scarred, itt láthatjátok. Mehet a következő skin is. Ez itt az UMP45-ös Overdrive. Tetszik ez a skin, mert ugye nem vagyok Halo fan, nem játszottam egyetlen egy Halo játékot se, és nem tudok semmit a Halóról. De ez a maszkos csávó hasonlít a halós csávóra, és nem tudom. Igen, hasonlít rá, és ezt választottam. Kész! Ne vitatkozzatok velem. Mehetünk át a következő skinre. Ez itt az MNIA4-es Lionheart. Ugye itt van egy sárkány. Sárkány, orosz nem. Ah, yeah, mit csináltam? Na, igen. Itt van egy oroszlán. Itt változnak a conditionjei. Factory nyitó, Battle Scarred, ott egy oroszlán, nem tudom hol a szíve. Úgy néz ki, mint Zeus macskája, mert villámok jönnek ki belőle. Király, mehetünk tovább, megmutatom még így is. Itt van a scope-ja, vagy scope. Kompresszorja. Hangtompítója. És itt van hangtompító nélkül. Király. Igen. Igen, menjünk tovább a következő skinre. Ez itt a Famas Gecko. Gecko, én ezt ilyen zöldnek képzeltem el, de modern dizájna van, ezért elfogadjuk skinnek. És ilyen kevés, ilyen szép skin van Famasra, szóval nekem kifejezetten tetszik, mint az összes többi. Itt van következő különböző verben, és igen, mehetünk a következő skinre. Ez itt a Novagot Complex, kifejezetten tetszik nekem ez a skin, ahogy mindegyiknél ezt így elkezdem, szóval kereshetnék más dolgot is. De ugye itt van inspektelés közben, ilyen robotszerű dolgot rajzoltak rá, és ott ilyen zöld szeme van, ami olyan, mint egy csillag. És tetszik nekem ez a zöld és sárga szín komplexáció. Aha, igen, az. Mehetünk át a következő skinünkre is, ez itt az tök mindegy, Desert Eagle. Itt van egy füle, itt van egy szeme, gondolom a másik oldalán is van egy szem, de nem lényeges. Itt van a protkója és a bajsza. Kifejezetten tetszik nekem ez a skin, mert ugye kék, van egy szeme, orra és bajsza. Igen, van bajsza, igen. Ne kérdezd miért, nem én csináltam. Igen, bajsza. Igen, mehetünk tovább a következőre. Ez itt az AK-47-es propaganda. Ugye itt vannak a terroristák, hát öten vannak, de itt csak négy van, és mekkora orra van, basszus, mint valami pelikán. De nem is baj, mert ugye van egy SRG, egy AK és egy C4 a csávónál. És ez a pirosas, narancsárgás dizájn nekem kifejezetten tetszik. Ez itt a 5-7 one-top. 1989 killer, ez egy teljesen új skin, rózsaszín, ide van feliratozva rajta, hogy one tap, és nincs rózsaszín 5-7 a játékban, szóval király lenne, ha beadnák. Itt van, meg lehet nézni 3D-ben, és azt hittem, hogy volt még egy skin, de tök mindegy, mert úgy látszik, hogy nem. Ups, bezártunk egyet. Mint a... SG skin...
tök mindegy, én itt Bence voltam, és itt videó volt, amiben igen, itt van egy kis gameplay a Dragon Fire-ről. Igen. És még megmutatom nektek. Ott repül a golyó, hogy ez, és... Plüty, fejbe találta. Na, sziasztok, én itt Szad voltam, és csokolom.